Skála, 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 mindennek a lelke. Sziasztok! Ez már a harmadik adás. Remélem, hogy megtanultátok, amit az előzőekben mutattam. A mai napon megtanuljuk a mol skálát. A mol skála egy nagyon érdekes új renddel van eljátszva. Ugyanis az úgynevezett fekvésváltások, amikor az ember a kezét a következő húron egyre följebb húzza, az egy ilyen csúszással van megoldva. Tehát nem úgy, mint a durskála esetében, ahol ilyen szép, szabályos 1-2-3-4 új rend volt. Itt egy kicsit speciális a dolog. Eljátszom lassan az F mol skálát. Nézzük. Emlékeztetőül mondom, hogy a jelölésben a vízszintes vonalak azok a húrokat jelölik, a vízszintes vonalakra írott szám az az adott érintőnek a számát, ahova az ujjunkat tenni kell, a sor alá leírt szám a bal kezed ujjai 1-2-3-4, a fölé írt jelecske pedig, ami lefelé nyitott, az a lefelé pengetést, amelyik pedig fölfelé nyitott, az a fölfelé pengetést jelenti, mint ahogy ez az inzerten is látszik. Tehát az ilyen újrendű mol skála eljátszásánál a legfontosabb az, hogy mindig az egyes ujjal húzzuk a fekvéseket. És ha egy ilyen rendszert akarunk magunkba fölállítani ebből, akkor a következőképpen lehet számolni ezt az egészet. 1-2-H4-20-2-H4-20-2-H4-20-2-H4-20-2-H4. És itt a vége. Természetesen ezt a skálát is, és a dur skálát is mindig úgy gyakoroljátok, hogy amikor elérkeztetek a legmagasabb hangig, akkor onnan forduljatok vissza. Minden ugyanaz, az újrend ugyanaz, a pengetésen ugyanaz, csak mintha a leírt hangsort a végétől az eleje felé játszanátok. Nem kell megismételni a legfelső hangot. Tehát amikor odaír a mol skálában az ember, hogy akkor itt nem kell megállni és újraindítani, hanem egy folyamatos oda-vissza játékot kell gyakorolni ezt. Természetesen lehet a gyakorlatnak különféle variációit is végezni, tehát a skála bizonyos pontjairól lehet visszafordulni, és ez egy már motívumszerű, tehát mondjuk gitárszólókban felhasználható motívumként is szerepelhet. Például tegyük föl, hogy most a bonyolítás kedvéért nem F-ben, hanem A-molban játszunk. Minden ugyanaz. Tehát én, amit egy skálát most elmondok egy bizonyos hangnemben, az gyakorlatilag úgy kell gyakorolnotok, hogy minden hangnemben mechanikusan ugyanaz lesz az újrend, ugyanaz lesz a pengetés, csak egyszerűen más alaphangról kezdjük el az egész skálát. Tehát mindent úgy kell gyakorolni, hogy én amikor az E-dur skálát elmondom, vagy az A-mol skálát, vagy az F-mol skálát elmondom, akkor természetesen nem csak abba az egy hangnembe kell gyakorolnotok, hanem az összes többi hangnemben is. Tehát tegyük fel, hogy most A-ba vagyunk. És úgy fogok játszani, hogy eljátszom először teljes hosszában a skálát, aztán eljátszom úgy, hogy különböző helyekről visszafordulok, amit saját magatoknak gyakorlásképpen kidolgozhattok otthon. Thank you.
Hát amit most hallottatok, az végül is egy egyszerű A-mol skála volt, egy természetes mol skála, csak attól vált érdekesebbé, hogy nem a szabályos sorrendjébe hangzottak el a hangok, hanem bizonyos pontokon visszafordul az ember, vagy pedig más sorrendben váltogatva játssza a hangjait. Erre rengeteg lehetőség van, ez pusztán a ti kreativitásokon múlik, gyakorlatilag végtelen a lehetőségek tárháza. Ugyanezt a skálát meg tudom mutatni teljesen más sorrendiségében is, és teljesen más lesz az egésznek a jellege. Például azért emlékeztetőnek az eredeti skálát.